A tergépjárművek súlyhatáraira vonatkozó előírások betartására irányulóan kiemelt ellenőrzéseket tartott a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal járműforgalmi osztálya. A közlekedési hatóság a kétnapos akció során összesen 41 darab járművet vont ellenőrzés alá. Volt olyan kecskeméti vállalkozás, ahol a járműállományt vizsgálva közigazgatási eljárás indult a vállalkozás ellen, és akár közel 2 millió forint bírságot is szabhatnak ki részére. A közútról begyűjtött túlsúlya a közlekedő tehergépjárműveknél a helyszíni súlymérések alapján kirívóan magas, 65%-ot meghaladó arányban állapítottak meg súlyos jogsértéseket megengedett ösztömeg és tengelyterhelés túllépés miatt. Emiatt járművenként akár 1 millió forintos közigazgatási bírság is kiszabható a járművek üzembetartója és a járművezetők részére. A műszaki vizsgálóállomáson is átvizsgálták a járműveket, amely során 80%-ot meghaladó arányban tártak fel komoly műszaki hiányosságokat, olvasható a közleményben. A közlekedési hatóság a jövőben is rendszeresen és kiemelten ellenőrzi az áruszállító vállalkozásokat és járműveiket.